Sziasztok, én Csomi vagyok, ez pedig egy újabb videó itt az év vége fele. Mindenki szeret sütni, főzni, hát én is most két, illetve most jelen pillanatban egy receptet szeretnék megmutatni nektek, ez pedig a diós beigli lenne. Ennek van egy mákos beiglis verziója is, azt majd a mákos részt, tölteléket azt majd el fogom mondani. Jelen pillanatban a mákos beiglit én nem fogok csinálni, mert megmondom őszintén, nem szeretem, nem szeretjük, de van mákos beigli része is. Aztnak a töltelékét el fogom majd mondani. Először is, ha valami apró hangokat hallottok, ilyen szerelés, ilyen rágás, vagy más nem megfelelő nest, akkor ez egy kutya csinálja. Itt mellette éppen most is egy görgőt harabdál és játszik, úgyhogy remélhetőleg sokat nem fog rosszalkodni majd, mint ahogy egyébként szokott rosszalkodni. Nézzük meg először is, hogy hogyan kell készíteni magát a beiglit. Először is meg kell készíteni majd a tésztáját, amit majd egy éjszakára a hűtőbe kell tenni. Ezt fogjuk most megcsinálni, és aztán másnap kell megtölteni, és majd ott is sokat kell majd pihentetni. Nézzük meg a hozzávalóit. Először is kell hozzá 1 kg liszt, 50 dek a ráma margarin, 3 tojás sárgája fog kelleni, a fehérjét ne dobjuk ki, majd azzal kell bekenni a kívül. Akkor kell egy élesztő, amit itt látunk, kell majd egy élesztő, fél deci, majd langyos tej, mindjárt fel is fogom melegíteni, kell bele cukor, illetve rum is kell bele, illetve egy pici só, hiszen minden tésztában, ahogy szokták mondani, só is kell. Na hát akkor kezdjünk is hozzá, először is fölöngyösítom majd a tejet, és teszek bele, morzsolom majd a élesztőt, és ezzel kezdődik maga a folyamat. Tehát kicsit fölgyorsítottam a tejet, tettem bele egy nagyon picike cukrot, mint ahogy ez kell, és most beletesszük a élesztőt, ami remélhetőleg nem fog lejárni, ez január 27-én fog már lejárni, úgyhogy remélhetőleg jó. És megpróbálom szépen kibontani, nem úgy, mint ahogy néhány videóban ugye lehetett hát látni. Kibontjuk az élesztőt, és utána belemorzsolom ebbe a tejbe, ez fog kerülni majd a remélhetőleg, ez fog belekerülni a tésztába, tehát ki is lehet szépen bontani az élesztőt, és ezt én szépen belemorzsolom, nem mellé, hanem belemorzsolom, és még teszek bele egy kis vizet, meg cukrot, és akkor innen folytatjuk. Miközben a élesztő szépen gyarapodik, mint a szépen is indult, már jól lehet látni, akkor először is másfél deci, illetve fél deci rumot ebbe a cukorban, maradt cukorban föl kéne olvasztanunk, és majd ezt bele kell tenni a tésztába. Én annyira nem szeretem a rumot, megmondom őszintén, úgyhogy nem tudom beletenni az egészet. Fél decit kéne, ez nem fél deci egyébként, még sokkal kevesebb. Na, még ezt szépen megpróbáljuk majd fölolvasztani a cukrot ebben a nagyon kicsi kevés rumban. Utána addig, míg ez olvad, addig a lisztet beleöntöm a tálba, de 1 kg ugye liszt, jó szép peszkós, és ebben, mint ahogy minden tésztában, egy csipetnyi sót kell beletenni, de úgy, hogy majd ne az élesztőhöz, tehát ne oda tegyük, ahol majd az élesztő lesz. Tehát nézzétek meg, hogy milyen szépen fölfutott a élesztőnk, tehát már lehet vele dolgozni. Kiöntöttem a lisztet, illetve tettem bele egy csipetnyi sót, hiszen minden tésztába elméletileg kell bele ugye, sót tenni. A fél kiló margarin, azt pedig elméletileg össze kell mondolni ezzel.
kinyitni. Ebből össze morzsoltuk, és ebbe beleöntjük a szépen, ahogy látjátok, fölkelt élesztőt, vagy megkelt élesztőt. Illetve beleöntjük a, hát elméletileg valamennyien szinten tolóvat, rumban tolóvasztott cukrot. És ebbe beleverjük a három tojást, mert nekünk csak a sárgája fog kelleni. De a fehérjét nem kidobni, mert az fog kelleni. Szépen összegyúrjuk. Miután jó alaposan ki kell dolgozni, addig, mint ahogy látjátok, üres nem lett a tál. Tehát mindent, amit kellett, azt felszedett, lisztet is minden. És utána ezt, ha minden igaz, és készen vagyunk, akkor betesszük a hűtőbe, és másnap, tehát egy éjszakára a hűtőbe hagyjuk, és utána fogjuk majd kinyújtani, tehát négy fele vágjuk, és utána négy rúd beiglit fogunk belőle csinálni, ezzel folytatjuk majd holnap. Na, akkor folytassuk a beiglit, illetve most, amit itt fogtok látni, ez a dió tölteléknek a hozzávalói. Ugye a beiglitből, a tésztájából négy darab rúd lesz, tehát lényegében úgy meg kitalálva, hogy két mákos és két diósnak kell lennie. Miután én mákost nem csinálok, ezért négy diósat fogok csinálni. Tehát itt, amit láttok, az a duplája a dió töltelőknek, amilyen kell. Egyébként, tehát két rúdba kéne 20 deka darált dió, két evokanál sűrű baraszlekvár, 12 deka porcukor, egy deciri tej, amit majd fel kell forralni. Ha valaki akar tenni, akkor tehet bele rumbáztatott mazsolát, tehát én nem teszek vele, mert nem szeretem. Kell egy narancsnak reszelt héja, ugye most kettő lesz, illetve kell csoki, reszelt csoki, 3 dekagram, és kell rum, fél deci rum. Ez a hozzávaló. Ha valaki mák töltelékkel szeretné csinálni, a metódus a tök ugyanaz, mint amit most fogok majd csinálni, a dió töltelékkel, annyi, hogy ugye mákkal kell, szintén 20 deka mák, 12 deka cukor, oda fél deci, másfél deci tej kell, mazsola 5 deka, és nem narancs héja kell bele, hanem ott reszelt citrom héja kell bele, és nem valaszlekvár, hanem méz, szintén 2 evőkanál méz. Ennyi az eltérés a kettő között. Ki kell hűteni, elméletileg azt mondja a recept, hogy hűtőbe kell tenni, de azt tanácsom, hogy ne tegyétek, mert nem fogjátok tudni kenni, hiszen az egész össze fog majd állni kőbe. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy megcsinálod, kinyújtod a tésztát és rögtön töltsd, ne tedd a hűtőbe tölteléket. Jó? Ezek után, tehát ez a mák töltelék, én most mondom csak diót fogok csinálni, ez a dupla részt látjátok. Annyit csináltam, hogy a cukort, meg a diót porcukrot, illetve a diót összekavartam, és forralom a tejet, azt nézem, hogy föl ne forjon, és utána fölforralod, ki ne fusson, bocsánat, és utána ezt a diót, illetve ezt a
cukros keveréket le kell forrázni vele, kell tenni bele majd balasztlekvát, narancsot és rumot. Ahogy látjátok, fölforrt a tej, és ezt megpróbáljuk hozzá tenni, magyarán leforrázni vele a diós tölteléket. És aztán ezt szépen össze kavarom. Ígyni. Tehát leforrázzuk a diós tölteléket, és ezt így szépen össze kavarom, és ehhez hozzá kell tenni akkor a szokásos dolgokat, ami itt van mellettem. Ugye kell hozzá papíron 2 evőkanál sűrű balasztekvár. Én igaz, hogy dupla adagot teszek, de nem fogok 4-et tenni, hanem csak 3-at. Teszünk hozzá 4-et. Még meleg a tej, addig össze kavarom, hogy felolvadjon a dzsem, illetve a lekvár, a balasztlekvár. A legjobb, hogyha otthoni, finom, friss házi lekvárt használtok. Hozzáteszünk, hát egy deci rumot kéne hozzátenni, a rum aromát fogok hozzátenni, de én nem szeretem annyira rumosan, úgyhogy én nem fogok annyit hozzátenni. Ennyi nekem elég. És ehhez hozzáadjuk a reszelt és szépen megmosott narancs héját. Persze a fehér rész az nem kell bele. És hozzá reszeljük a tejcsokit is. Ha ez megvan, hűtőbe tesszük. Van a hűtőbe tárolt tészta. Ugye hűtőbe tároltam, ezért befóliáztam. Ezt 4 felé kell vágni, és 4 rudat fogunk meg bele dolgozni. 4 rudat fogunk bele csinálni. Ebből 4 rudat fogunk adni. 4 darabra hoztuk. 2 kinyújtjuk, és utána teszünk rá tömbereket. Tehát ugye kinyújtottuk a begli tésztáját, és szépen egyenletesen megkenjük a dió töltelékkel vagy mákkal, attól függ, hogy melyiket csináljuk. Miután szétkentjük rá a tölteléket, utána ezzel a tojás fehérjével szépen a szélét meg kell kenni, és utána föl kell tekerni. Föltekertük, lerakjuk egy tepsibe. Ez itt nem lesz jó. Miután, ha föltekertük mind a 4 rudat, akkor a végén meg kell kenni tojásfehérjével, majd meg kell szárítani. Ez úgy kell értem, hogy hidegre teszed, és addig vársz, hogy meg nem szárad, kb. 1 óra. Akkor még egyszer meg kell kenni tojásfehérjével, majd megint vársz egy fél-egy órát, és utána előmelegített sütőben 180 fokon kész a sütőt, durván 50-60 perc, míg megsül. Gőzös sütőben kell, tehát vizet kell tenni
alá, illetve hogyha hamarabb úgy érzed, hogy hamarabb megsült, tehát kívülről már kezd megsülni, akkor célszerű folpakkal, alufóliával, bocsánat, betekerni is úgy. Még a sütés előtt, tehát még egyszer, kétszer be kell kenni tojás fehérjével, és a sütés előtt még tojás sárgájával kell megkenni, és értelemszerűen meg kell megszurkálni. Tehát mit csináltunk vele? Ugye megkentük tojás fehérjével kétszer, és vártunk minimum egy órát, most a végén tojás sárgájával, szintén meg kell várni, míg kicsit megszárad, és aztán tesszük be a sütőbe. És ha egy óra után körülbelül, hát így kéne kinézni a begliknek, ennek még ki kell hűlni a tepsibe, és utána pedig lehet szeletelni. Hát sajnos néhányszor, mint minden begli, szétdúram, lehet, hogy sok benne a töltelék, nem tudom. Én ezt fölvágom, majd és remélem ízlem, viszont finom lesz. Én ezzel kívánok mindenkinek nagyon boldog karácsonyt, boldog évet. Én Csomi voltam. Sziasztok! Hello.